A bank jelenlegi teljes agrárállománya megközelít a 100 milliárd forintot. Ez azt jelenti, hogy a Magyar Agrárium teljes hitelállományának közel 10%-át birtokolja ma a Magyar Fejlesztési Bank. Ez egy folyamatosan mozgó állomány, a meghatározó része a termőföld vásárlási hitelprogramunkból ered, hiszen az elmúlt időszakokban a Magyar Fejlesztési Bank a fókuszt a termőföld, állami termőföld értékesítéséhez kapcsolódó finanszírozások megoldására használta fel. Természetesen a piacon kívánunk maradni, ebben egy lehetőséget nyújt meglátásunk szerint az agrártárcának ez a kezdeményezése. Pontos részleteket még nem ismerünk. Azt látjuk, hogy a vidékfejlesztési program a megvalósításuk szakaszába lépett, tehát ez azt jelenti, hogy 2020-21 környékén már újból gondoskodni kell a pótlóorvos fejlesztéset és beruházásokról, nem beszélve a korábbi NHP programok esetében kedvezésre finanszírozott beruházásoknak az amortizáció utáni lecsengése okán is. Ezért arra számítunk, hogy olyan kamattámogatási programot hirdet meg az agrártárca, amely nem fog biztosítani rosszabb feltételeket, pontosan úgy fogalmaznánk, hogy legalább a jó feltételeket fog biztosítani a kamattámogatási igénybevétele után, mint hogyha valaki a növekedési hitelprogram keretében jutott volna a finanszírozáshoz. Elsősorban arra fókuszáltunk, hogy olyan pénzügyi vállalkozások, amelyek közvetlenül az NHP fix refinanszírozási forrásokat nem tudják igénybe venni, a Magyar Fejlesztési Bankon keresztül ezekhez a forrásokhoz hozzájussanak, és ugyanolyan feltételek keretei között tovább tudják adni közvetlen hitelezésben az agrárvállalkozások részére. Ez egy leasing program, ebből következik az, hogy elsődlegesen mezőgazdasági gépberuházások és ahhoz kapcsolódó eszközberuházásokra látunk igényeket most, és egy újabb csatornát is jelent, hiszen a kereskedelmi bankok ugyanúgy fel tudják használni az NHP fixet refinanszírozási forrás ugyanaz a célokból, viszont, ahogy említettem, a pénzügyi vállalkozások jelentő része, vagy nem jelentkezik, egy bizonyos része nem rendelkezik közvetlen kereskedelmi banki forrás elérési lehetőséggel, és ezen a hiányon kívánunk segíteni. Ugye az Agrárgazdasági Kamara megalakulása óta egy nagyon erőteljes szakmai és operatív szervezetet alakított ki. Ebből következik az, hogy olyan mindennapi, életszerű és a gazdálkodás mindennapjaiból származó információkkal és tapasztalatokkal rendelkezik, amelyet természetesen egy bank nem tud közvetlenül megszerezni vagy értékelni. Ezért ugye ennek az együttműködés az alapvető momentuma az, hogy az Agrárgazdasági Kamarától kapott információk, inputok és értékelések alapján próbálunk mi olyan agrárfinanszírozási termékeket létrehozni és a piacra dobni, amely minden bizonnyal kielégíti az igényeket. Itt egy olyan együttműködésről szól, hogy kimondottan a termékfejlesztéshez kapcsolódik.